Szép napot kívánok mindenkinek. A vendégem a stúdióban Kuharcsik Réka, hipnoszülés oktató, és neki az az életfeladata, hogy a nők egyik legfantasztikusabb és legfájdalmasabb élményt, a szülést örömmel és boldogsággal éljék meg. Réka, köszönöm, hogy eljött hozzánk. Köszönöm én is a meghívást. Tehát nem tudom, mi az, gondolom a lelki állapot függő dolog, hogy amikor fizikailag tényleg fájdalmas, gondolom én, mert nem szültem és nem is fogok mostanában. Tehát ami nagyon fájdalommal jár, mivel lehet átalakítani, hogy mégis öröm és boldogság legyen a szülés közben az emberben? Igen, hát ez egy nagyon összetett kérdés, mert hogy maga a szülés, ez tényleg szükséges is, hogy egy nagy erő keletkezzen ugye a női testben, hiszen ugye a vajudási folyamat alatt, amíg megnyílik a mészáj, akkor ez nem csak egy mészáj megnyílási folyamat, hogy a kapuk kitáruljék, hanem kvázi egy ős erő keletkezik a női testben ahhoz, hogy ha belegondolunk azt a 3 kilós sűrű objektumot, ami a női testben elhelyezkedik, azt a mély izom ki tudja szülni magából. Tehát ezért a szüléskor keletkező nagy erő és hozzákapcsolódó nagy fájdalom az szükséges. Mégis hogy tud ez megszelidülni? Hát ez úgy tud megszelidülni, hogy egyrészt az égiek küldik az asszonyoknak az ősidők óta a módosult tudatállapot, a transz állapot hozta elködösülést, ami erőteljes fájdalomcsillapító hatású. De bocsánat, muszáj közbe szólni. Amikor azt mondta az előbb, hogy 3 kilós objektum, azért nagy segítség hozzá, 3 kilós objektum, az az ő gyermeke. Természetesen. Ez élet, tehát az plusz valamit, itt anya is megszületik a szüléssel együtt, ugye? Hát anya is születik természetesen. Első gyerek, de ugye alapvetően nagyon jól hangzik, hogy a gyermek megszületik, mert tényleg megszületik, de a test szüli meg a kisbabát, és ezért a testben kell, hogy egy hatalmas erő kerekedjék. Ez a szülés akkor tud gyengédebb lenni, és a fájdalmak is szelidebbek, amikor az asszonyok felkészülnek. Egyrészt néhány fontos ismeretet szereznek a szüléshez kapcsolódóan. Például az egyik legfontosabb, amiről általában nem szokott szó lenni, hogy hogyan hat a félelem és a stressz a szülésre, hogyan köti gúzsba a mély izomzatát. Nehezebbé teszi ezt a folyamatot. Igen, jelentősen. Tehát amikor megjelenik a félelem és a stressz, akkor stresszhormonok termelődnek, a mély kiterjedt izomszövete feszessé, görcsössé válik. Egyrészt lelassul a mészáj megnyilási folyamat, másrészt pedig fájdalommal telítődik a feszes görcsös szövet. Tehát amikor egy nő tisztába kerül például azzal, hogy a félelmeinek milyen negatív hatása van a testére, akkor jellemzően motiváltá válik arra, hogy na jó, akkor felkészülök úgy, hogy hogyan lehet másként. És akkor itt jelenik meg, mint eszköz, a meditáció és maga az önhipnózis, és ez az örömteli szülés program ugye arra készíti fel a nőket, hogy egyrészt néhány a szüléshez kapcsolódó ismeret, ami kulcsfontosságú, ezeket megismerteti az anyákkal, illetve egy olyan technika rendszert ad a kezébe, mi relaxációs technikák, vizualizáció, speciális légzőgyakorlatok, és magának az önhipnózisnak egy magas szintű elsajátítása. És itt álljunk meg. Tehát ugye előbb egy nagyon fontos szót mondott. Ez még így, ebben a kapcsolatban így nem hallottam. És teljesen hihető, amit mond, hogy amikor a szülési folyamat beindul, akkor egy ős erő, tehát az evolúciós folyamatot, ha nézzük, vagy reinkarnációt, vagy bármit nézzük, akkor évmilliárdok óta ez a folyamat zajlik, ilyen, olyan, amolyan formában. És ha a nő ezt pozitívan, ha éli meg, pontosan, akkor egy életre szólóan olyan energiát, olyan erőt szerez, amivel tud leküzdeni az életben felmerülő nehézségeket? Pontosan erről van szó. Amikor az asszonyok megtanulják áthangolni magukat, és a jelentkező nagy erőt és fájdalmat nem úgy fogják fel, hogy ez egy csapás, ez egy valami büntetés, hanem úgy fogja fel, hogy ez egy ajándék, mert hogy milyen csodálatos, hogy az elmém és a testem egymással szoros együttműködésben munkálkodik, és megkeletkezteti azt a szükséges erőt, hogy világra tudjon a gyermek számára gyengéd módon születni a kisbabája, és átengedi magát az anya a hálát, az örömet, a szeretet érzés
az érzését, és egyszerűen arra gondol, hogy minden összehúzódásnál mennyire jó, hogy ilyen jól működik a testem, hogy a természet része vagyok, akkor mélyebben bele tud kerülni abba a módosult tudatállapotba, amit amúgy az égiek minden anyának kivétel nélkül küldenek, és ez a transz állapot segíti a fájdalomcsökkentést is. Egy fontos dolog, ugye azt olvastam valahol, lehet, hogy nem igaz, azt mondja, hogy azok a gyerekek, akik császármetszéssel születnek, mivel nem vívják meg az első nagy párbajt, a szülési feladatot, folyamatot, ebből fakadóan nehezebben kezelik az életükben szembesülő, vagy szembejövő mindenféle próbatételeket. Most ebben az esetben, amikor a nők tehát a fájdalom helyett egy örömteli érzést élik meg, és plusz energiát szereznek a szülés által, az gyereknek a lelkére is, a gyerek személyisége fejlődése szempontjából, ez ugyanolyan pozitív hatással van rá? Ez rendkívül erőteljes pozitív hatású. Egyrészt már magán a szülés is egy nagyon-nagyon erőteljes hatású dolog, tehát maga az életér való egészséges megküzdés mintázata az, amit ugye megkapnak azok a gyerekek, akiknek lehetőségük van természetes hüvelyi úton megszületni, és amikor ehhez az anya a nyugalom, a szeretet, békesség állapotában van, akkor ez az egészséges életér való megküzdéshez kapcsolódik ez a pozitív érzelem is. Amikor az anya a félelem, stressz állapotában van, akkor nyilván az a mintázat kapcsolódik. A császármetszés esetén például ott is azért nagyon fontos, hogyha az asszonyok már előre készülnek és elcsendesednek a várandóságuk alatt, mert minden alkalommal, amikor egy nő mentálisan kiürösíti az elméjét, fizikai testét lazítja, és ebbe az egyensúly állapotába kerül, akkor a test, a lélek, a szellem, a kisbaba egy teljes meg a harmóniába kerül. Egy fontos dolog. Ön ezeket megtapasztalta? Igen. Ebben a formában? Igen. Tehát volt olyan, lehet összehasonlítani, hogy első babámnál nem volt ilyen jelen, második babánál jelen volt, és érzem a különbséget. Összehasonlítani nem tudok, mert egyből így kezdtem. Így kezdte? Egyből így kezdtem a szüléseimet. De ön magán ez valakitől tanulta, vagy ön magán próbálta ki ezt a módszert, és rájött, hogy hogy kell? Nem én találtam ki a nagy tudást, egyszerűen utána néztem, hogy hogyan lehet jól szülni, és azt találtam, amit minden asszony ma találna, ha egy picit mélyebben utána nézne, hogy amikor az ember felkészült, mentálisan nyugodt, a testét lazítja, akkor tud a test a legjobban a maga természetes ütemében szülni. Úgyhogy én belevetettem magam, akkor még egy menedzser korszakomat éltem, egy aktív meditációs gyakorlásba. Nem tudtam, hogy ez működni fog, nem mondhatom, hogy hittem, de nagyon elkötelezetten gyakoroltam, és csodálatos, gyengéd szüléseim voltak. Mindkét gyerekem hófehér magzatmázban, csendben, békességben, gátvédelemben született. Nagyon sok gyakorlás után persze, de tudtam, hogy ezt az elmémnek köszönhetem, és én ezt követően kezdtem el foglalkozni a test és az elme kapcsolatával. Számos nemzetközi hipnózis képzést végeztem el. Az angol és a kanadai iskola kvázi minden szintjét, ami létezik, és aztán találtam meg a Hát ez nagyon sok trauma, sok felesleges belső félelemtől szabadul meg nő, ha így tud szülni. Hát köszönjük, hogy eljött hozzánk, és köszönöm szépen, bemutatta ezt a dolgot. Köszönöm szépen. Köszönöm.